Mától eltörlik a roaming díjakat az Európai Unió területén, így többletdíj nélkül lehet majd mobilozni. Nem jött össze a kétharmados többség a Fidesznek a parlamentben, így elbukott a Lex Csicska néven elhíresült plakáttörvény. Keményen kritizálta az amerikai nagykövetség a kormányt a civil törvény elfogadása miatt. És nemzetbiztonsági okokra hivatkozva nem adja ki a Volánbusz, hogy melyik cég cserélte ki a Váci pályaudvaron a kandelábereket. Jó reggelt kívánok, ez az ATV híradója 6 órakor, én Nemes Anna vagyok, köszöntöm Önöket. Mától lép életbe az a jogszabály, amely eltörli a roaming díjakat. Ennek értelmében többletdíj fizetése nélkül belföldi áron küldhetünk SMS-t, internetezhetünk és telefonálhatunk az Unió összes országában. A változtatás a turistákat, az időszakosan külföldön dolgozókat és tanulókat is érinti, és vonatkozik az előre fizetős kártyákra és a havidíjas előfizetésekre is. Szöveges üzenet, telefonbeszélgetés, internetezés. A mobiltelefon használata a mindennapjaink része, de a híradónk által megkérdezett emberek szerint ez luxus, ha külföldön járnak. Túl drága. Tehát helyi kártyát veszek általában. Nagyon drágának tartom, és mindig meg is ugrik olyankor a telefonszámlám, és fogom a fejemet, de hát néha muszáj egy-két telefont elintézni olyankor is. Nem használtuk. Az ottani kártyákat használtuk külföldön. Csütörtöktől viszont életbe lép az az uniós jogszabály, amely eltörli a külföldi mobil használattal járó roaming költséget. Az Európai Bizottság már évek óta azon dolgozott, hogy csökkentse a tarifákat. A 2007-es eurótarifában a külföldről indított hívások díja 49 eurocent plusz áfa volt, ami 2015-re 19 centre csökkent, tehát több mint 60%-os a csökkenés, és holnaptól pedig ez teljesen megszűnik, holnaptól a belföldi díjon tudunk telefonálni az EU összes tagállamában. Az egyik hazai mobil szolgáltató munkatársa viszont arra figyelmeztet, a magyarországi kedvezmények nem érvényesek külföldön. Ha a tarifámban van valamilyen kedvezmény, ingyen hívhatok például telenoros számokat, ingyen hívhatom a családtagjaimat, ingyen hívhatom a kollégáimat, ezek a kedvezmények nem érvényesek, ugyanolyan hívás költségeim lesznek, mint egy átlag belföldi hívásnál. De nem csak a telefonálás és az SMS küldés roaming díja szűnik meg. Ha ez a videóbeszélgetés Ausztriában történne wifi nélkül, adatforgalomtól függően akár több ezer forintot is fizethetnénk. Csütörtöktől azonban nem csak az Unió területén, hanem Liechtensteinben, Norvégiában és Izlandon is felár nélkül tudunk internetezni. Nyaralás vagy rövidebb üzleti út során vehetjük igénybe a belföldi díjszabást, hosszabb külföldi tartózkodás esetén nem. Ezt a szolgáltató ellenőrzi. Ha egy megfigyelt, legalább 4 hónapos időszak alatt azt észleli a szolgáltató, hogy megsértette az előfizető ezeket a használati feltételeket, akkor felhívja a figyelmét a szerződésszerű használatra. Legalább 2 hetet kell biztosítani az előfizetőnek arra, hogy javítson a szokásain. Ha ez nem történik meg, akkor felárat szabhat ki a szolgáltató. A média és hírközlési hatóság felmérése szerint Magyarországon nagyjából 2,5 millió embert érinthet a változás. Eddig a kétharmaduk használta külföldön mobiltelefonját, most viszont a kedvező díj miatt biztosan növekszik ez az arány. 2 egyenként több mint 500 millió forint értékű hűtlenkezelés miatt nyomoz a rendőrség a Spéder Zoltán korábbi érdekeltségébe tartozó cégek ellen. Ez derül ki Polt Péter legfőbb ügyész válaszából, amelyet Szakács László MSZP-s képviselő kérdésére adott. Spéder Zoltán érdekeltségei ellen tavaly nyáron indult egyszerre több nyomozás. A rendőrség vizsgálódása egyébként egybeesett a kormánnyal korábban jó kapcsolatot ápoló üzletember elleni lejárató kampánnyal, amely a kormány közeli médiában indult. Spéder azóta kikerült a takarékok integrációjából, emellett eladta részesedését az FHB bankban és a BIF ingatlan kezelőben. Kampányidőszakon kívül is maradhatnak a köztéri politikai plakátok, miután az országgyűlés leszavazta a plakáttörvényt. Kósa Lajos szerint a teljes ellenzék a korrupció pártjára állt azzal, hogy nem támogatta a kétharmados törvényjavaslatot. A Fidesz nyitott az egyeztetésre, az MSZP pedig saját javaslatot fog benyújtani.
131 igen, 67 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el. Egyetlen szavazat hiányzott a kormánypárt kétharmados többségéhez a parlamentben, így elbukott a plakáttörvény. A Fidesz frakció vezetője szerint a törvényjavaslat leszavazásával a teljes ellenzék a korrupció pártjára állt. Kivétel nélkül az ellenzék teljes egésze, MSZP, Jobbik, DK, LMP és a törmelék liberális pártok mindegyike a korrupcióra szavazott. Ha rajtuk múlik, akkor Magyarország belesüllyed a korrupcióba. A kormánypártok azonban nyitottak arra, hogy ősszel visszatérjenek a kérdésre és egyességre jussanak. Híradón kérdésére azonban azt is elmondta, hogy miután nem szavazták meg a törvényt, így a kormány és a kormánypártok sem állnak le a politikai hirdetésekkel a kampány időszakon kívül sem. Biztos, hogy listaáron fogunk mindent vásárolni, minden szolgáltatást, minden árut, minden plakátot, de biztos, miután a verseny olyan, hogy ezt egyáltalán nem tilos plakátolni, biztos, hogy plakátolni fogunk. A Jobbik frakció vezetője is belehallgatott Kósa Lajos tájékoztatójába, majd képmutatónak nevezte, hogy a Fidesz aggódik a pártfinanszírozás tisztaságáért. A Fidesz komoly csatát veszített, bár betegesen rettegtek attól, hogy másnak is lehet ereje egyes média felületeken az óriás plakátok esetén. Elveszítették a mai napon ezt a csatát, hiszen a plakáttörvény kétharmados rendelkezéseit nem fogadta el az országgyűlés, nem volt meg a módosításhoz szükséges ereje a Fidesznek. Az MSZP ismét benyújtja azt a korábbi javaslatát, amely megtiltaná a kormánynak, az önkormányzatoknak és a civil szervezeteknek is, hogy beavatkozzanak a választási kampányba. Miközben a kormány nem plakátolhatott volna, miközben az önkormányzatok nem plakátolhattak volna, addig a CÖF közpénzből ezt folytathatta volna. De ez a törvényjavaslat megakadályozta volna azt, hogy a Simicska által elhordott pénzből a Jobbik folytasson politikai kampányt. Éppen ezért mi leporoljuk ezt a javaslatunkat. Az LMP társelnöke szerint a leszavazott javaslatnak nem volt köze pártjuk eredeti indítványához. A tervezetet pedig annak ellenére sem tudták támogatni, hogy mint Hadházi Ákos fogalmazott, a Fidesztől nagyon magas szintről keresték meg őket. Az igazságügyi tárcánál kikérték a kormány által lesoros ügynöközött Transparency International szakvéleményét is az új büntető eljárási kódex megalkotásakor. A Helsinki Bizottság tanulmányát pedig az ügyvédek kirendelésének újra szabályozásánál ítélték hasznosnak. Ezt Trócsányi László mondta az ATV főmunkatársának kérdésére. Az igazságügyi miniszter elmondása szerint a Transparency szakvéleményét még azelőtt kérték ki a büntető eljárási kódexhez, mielőtt a civil törvényjavaslatot a Fidesz frakció képviselői előterjesztették volna. Hozzátette, az igazságügyi minisztérium félre tudja tenni az eltérő álláspontokat bizonyos kérdésekben, annak érdekében, hogy szakmai ügyekben egyeztetéseket folytassanak. A transzparencia azt gondolom rendkívül fontos. A transzparencia a közszereplőkre is vonatkozik, de mindazokra, akik szintén a közélet befolyásolásában szerepet kívánnak játszani. Én azt gondolom, ez természetes, én azt javaslom, hogy nem féljünk ettől, hanem éljünk azzal a dologgal, hogy a tényeket közlök, és ennek megfelelően járok el. Ez az én igazsági miniszteri álláspontom ebben a dologban. Keményen kritizálta az amerikai nagykövetség a tegnap elfogadott civil törvényt. Mint írják, a külföldi finanszírozású szervezetek megregulázására hozott törvény méltánytalan, megbélyegző hatású és visszalépést jelent az egyesülési jog és a szólásszabadság érvényesülésében. Hozzátették, a jogszabály méltánytalanul sújtja a magyar civil szervezetek egy célzott csoportját, akik közül sokan a korrupció elleni harcot, valamint az emberi jogok és a polgári szabadságjogok védelmét tekintik fő feladatuknak. A nagykövetség a Fidesz érveit is visszautasítja a törvénnyel kapcsolatban. Szerintük ugyanis azon állítások, amelyek szerint ez a jogszabály az Egyesült Államokban létező idegen ügynökök bejegyzéséről szóló törvényen alapul, nem valósak.
A Fidesz frakció vezetője szerint marhaság, hogy a letelepedési kötvényprogram miatt utazott volna Habony Árpád és Demján Sándor a Makau mellett fekvő Hongkongba. Kósa Lajos szerint Orbán Viktor főtanácsadója kártyázni, azaz makaúzni ment Makauba. A Magyar Nemzet szerint azonban a letelepedési kötvényprogrammal kapcsolatban jártak Habony Árpádék a Távol-Keleten. Kerestük Demján Sándort is, akinek sajtósai közleményükben azt írták, folyamatban lévő magánüzleti tárgyalásokról nem adnak felvilágosítást, letelepedési kötvényekkel pedig sohasem foglalkoztak. Ez a magángép pénteken érkezett Makaóból Ferihegyre, mindezt a Magyar Nemzet fedezte fel a Flight Radar segítségével. Az utasokat már a lap újságírói várták. A repülőgép ajtajában hirtelen feltűnt Orbán Viktor informális tanácsadója Habony Árpád és Demján Sándor nagyvállalkozó. Az üzleti életben jártas csapat tagja volt Békés Balázs nemzetközi tanácsadó és ügyvéd, valamint Sallai András, aki a Granit Pólus Group jogi alelnöke, amely Csányi Sándor OTP vezér és Demján Sándor közös tulajdona. A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a letelepedési kötvények ügyében járt Hongkongban a delegáció. Habony Árpád még az épületből sem mert kijönni az újságírók miatt. Később rendőrök is megjelentek a kisgépes terminál parkolójában. Ez nem különösen értelmes, de mindegy, én sosem mennék a Makaózni Makaóra. A Fidesz frakció vezetője szerint Habony és Demján kártyázni ment. Ez megjelent a sajtóban, hogy elmentek a Demjánnal meg a Csányival kártyázni. Makaóra, hiszen nem biztos makaóztak. De hogy ki a saját pénzé, hova megy azt a Fidesz, nem tartja nyilván, tehát fogalmunk sincs. De biztos, hogy ezzel, amivel összefügg, vagy összefüggést vél felfedezni, ez nem megalapozott, szerintem marhaság, egyszerűen elmentek kártyázni. Én legalábbis azt olvastam a sajtó, hogy elmentek kártyázni. Makaón nem makaóznak, hanem Makaón kaszinóznak. Makaó az tulajdonképpen érdektelen, eltekintve mondjuk attól, hogy Demján Sándor egy professzionális pókerjátékos. Önmagában az a körülmény, hogy Demján Sándor nem csak pókerező barátai, hanem jogi képviselők, meg a Habony Árpád nevű közszereplő is elkísérte. Ez azért arra utal, hogy valószínűleg itt nem egyszerűen szerencsejátékról van szó. Nagy valószínűséggel igaz lehet az a feltételezés, ami a Magyar Nemzetben jelent meg. Az utazásnak Bodnár Zoltán szerint is az adhatott aktualitást, hogy júliusig még tisztára lehet mosni az offshore cégek pénzeit. Márciusi kötvényjelzéssel 4800 külföldi kapott letelepedési engedélyt, de a várakozókkal együtt ez a szám akár 6600 fölé is nőhet. Az utazásról szerettük volna megkérdezni Demján Sándort is. A cég közleményben válaszolt. A Demján csoport folyamatban lévő magán üzleti tárgyalásairól felvilágosítást nem ad. Cégünk a letelepedési kötvények ügyével soha semmilyen formában nem foglalkozott. Békés Balázs a vállalatcsoportunk egyik külső ügyvédje, aki a jogi alelnök munkáját támogatja. Részére megtiltottam bármi nemű üzleti információadását. Őrizetbe vették az adóhatóság nyomozói Ceglédi Csabát, az MSZP szombathelyi képviselőjét, aki a DK-nak is jogi képviseletet biztosított. A NAV közleménye szerint egy munkaerő közvetítéssel foglalkozó bűnszervezetet lepleztek le. A gyanú szerint az őrizetbe vett férfi költségvetési csalást követett el, amellyel több mint 3 milliárd forint kárt okozott. Botka László az MSZP kormányfőjelöltje etikai vizsgálatot kezdeményezett, és az ügy lezárultáig arra kérte a párt vezetését, hogy függessze fel az ügyvédi irodával kötött keretszerződést. A Fidesz kommunikációs igazgatója pedig arra vár választ, hogy Botka László tudott-e Ceglédi Csaba üzelmeiről. Az MSZP elnöke szerint a Fidesz játszmájának része, hogy ügyeket kreál ellenzéki politikusok körül. Molnár Gyula az egyenes beszédben az őrizetbe vett szocialista Ceglédi Csaba ügyéről azt mondta, lássanak tisztán az emberek. Ceglédi sikeres ügyvédje a pártnak, 12 pert nyert meg személyesen Botka Lászlónak, van magánvállalkozása, és éppen egy 1 milliárd forintos korrupciós ügyet tárt volna a szombathelyi közgyűlés elé, amikor letartóztatták. A párt egyébként etikai vizsgálatot indít Ceglédi ügyében, de ahogy Molnár Gyula fogalmazott, nem engedik el a politikai feltárást sem. Felfüggesztjük azokat a megbízásokat, amik Ceglédi Csomával vannak, de más szempontból pedig azt tudom mondani, hogy mindent meg fogunk tenni azért, hogy bebizonyítsuk, és hogy világossá tegyük az embereknek, hogy ügyek százai voltak ilyenek, és a végén semmi nem történik, és előbb-utóbb valakinek ezért felelnie kell ebben az országban.
Nemzetbiztonsági okokra hivatkozva tagadta meg a Volánbusz, hogy kivel és mennyiért cseréltetett ki 16 darab kandelábert a Váci pályaudvaron, írja az Átlátszó. A cég jogi képviselője a közérdekű adatigénylésre azt válaszolta, hogy a pályaudvar világító berendezéseinek, mint műszaki infrastruktúrának a megismerése nemzetbiztonsági kockázatot rejt magában a közelmúlt pályaudvari robbantásos merényleteinek tükrében. A nemzetbiztonsági szempontból kritikus Váci lámpacserével kapcsolatban egyébként egy helyi önkormányzati képviselő tett fel kérdéseket az állami cégnek. A BKV mérnökei egy egyszerű megoldással akarják elérni, hogy többet ne forduljon elő a felújított 3-as metró szerelvényein, hogy az összes ajtó egyszerre nyíljon ki mindkét oldalon, írja az Index. A portál úgy tudja, hogy beépítettek egy nagyon egyszerű kétállású kapcsolót a felújított metrókba, ami vagy csak az egyik oldalon, vagy csak a másik oldalon engedi kinyitni az ajtókat. A portál szerint egyébként az oroszok máig nem ismerik el, hogy hibásak lennének a múlt heti meghibásodásban. Szimpla zsarolás, amit az Európai Bizottság tesz. Ezt Szijjártó Péter mondta a Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárással kapcsolatban. A külügyminiszter szerint a bizottságnak inkább Európa legsúlyosabb terrorfenyegetettségével kellene foglalkoznia, és azzal, hogy hogyan lehetne visszaadni az európai embereknek a biztonságot. A politikus hozzátette, Magyarország, Lengyelország és Csehország kipécézése már remekül megy, de ez az európai kettős mércét mutatja. Vajon ugyanez az Európai Bizottság a terrorizmus ellen, az Európára háruló terrorfenyegetettség ellen mit tett az elmúlt időszakban? Az Európai Parlament milyen döntést hozott az elmúlt hónapokban, amivel az európai biztonságot javították volna? 12-re emelkedett a londoni tűz áldozatainak száma, de a súlyos sérültek miatt ez a szám tovább nőhet. Szemtanúk szerint a szülők az ablakokon dobálták ki gyerekeiket a túlélés reményében a pokoli toronyból. Egy 24 emeletes társasházban ütött ki tűz éjfél után, ahol több száz ember lakott. Még a tűz keletkezése után 12 órával is pokoli toronyra emlékeztetett ez a 24 emeletes londoni lakóépület. Pokoli volt, mint egy horrorfilm. Törmelékek röpködtek a levegőben, a ház védőburkolata levált, mondta egy túlélő, aki álmatlanságtól szenvedett, ezért tudta lehozni az élettársát és a gyerekét. A lángok nem sokkal éjfél után csaptak fel, amikor már sokan mélyen aludtak. Több száz ember lehetett a 120 lakásos épületben. Többen közülük bent rekedtek, és az ablakban várták a segítséget. Mások kiugrottak, vagy a gyerekeiket dobták le a magasból a túlélés reményében. Először az épület egyik oldalát borította el a füst és a tűz, de aztán gyorsan az egész házra átterjedt, mondta egy környékbeli nő. Több száz tűzoltó, mentő és rendőr érkezett a helyszínre, de szemtanúk szerint nem tudtak bejutni a házba. Egy ideig attól tartottak, hogy az épület összeomlik, de aztán a statikai vizsgálatok alapján biztonságosnak ítélték a belépést. A tűzoltók szerint valamit nagyon elrontottak, amikor nemrég 10 millió fontból felújították az épületet. A ház új védőburkolatot kapott, állítólag gyúlékony anyagból, és a fűtési rendszer is megújult. Egy civil csoport évek óta arra figyelmeztet, hogy az épület tűzveszélyes. A vízmelegítők elhelyezése, a menekülő útvonalak, a világítás, hosszú az aggályok listája. Beszéltünk a tanácstagokkal, de nem indítottak vizsgálatot, mondta a lakószövetség volt elnöke. A kivitelező szerint viszont a felújításkor minden előírásnak eleget tettek. Újra kinyitott a Borough Market tevő piac Londonban, a június 3-ai terrortámadás egyik helyszínén. Az árusok egy perces néma csenddel emlékeztek meg az áldozatokról. Aztán harangszóra újra nyitott a piac, miközben a résztvevők megtapsolták a rendőrség és a mentősök munkáját. Másfél hete három terrorista a furgonjával a gyalogosok közé hajtott a London hídon, majd többeket megkéseltek. 8 ember meghalt, 50-en megsebesültek.
Ha gyorsabban lépnek a magyar hatóságok, valószínűleg meg lehetett volna akadályozni annak a 71 menekültnek a halálát, akik megfulladtak egy magyar rendszámú hűtőkamionban Ausztriában 2015. augusztusában, írja a Süddeutsche Zeitung. A lap szerint ugyanis a magyar hatóságok lehallgatták az embercsempészbanda telefonjait, de nem léptek közbe, mert a beszélgetéseket későn fordították le és értékelték ki. Schmidt Gábor, a Bács-Kiskun megyei főügyészség sajtószóvivője azt mondta a lap megkeresésére, hogyha a magyar hatóságoknak lett volna esélyük a rettenetes cselekmény megakadályozására, akkor meg is tették volna. De a rögzített beszélgetéseket csak a tragédia után tudták lefordítani és kiértékelni. Szabadlábon védekezett az a férfi, aki két napja egy szatyorban talált pisztollyal lelőtte 9 éves kislányát. Ahogy arról tegnap beszámoltunk, az apa egy szomszédtól kapott szatyorban találta a fegyvert, amelyről nem tudta, hogy éles. Azt sem tudta, hogy csőre van töltve, így miközben forgatta, nézegette a fegyvert, az elsült és eltalálta a gyereket. A 9 éves kislány halálát okozó tragédia körülményeit még vizsgálják a nyomozók. A Blick úgy tudja, hogy az apa ajándékba kapta a kiskaliberű fegyvert szomszédjától, aki idősek otthonába költözött. A lap szerint a férfi az udvaron nézegette a pisztolyt, amikor a lánya azt kérte tőle, játszanak akciófilmeset. Az apa ekkor sütötte el a fegyvert, amelyről nem tudta, hogy meg van töltve. A Blick értesülései szerint a férfi közvetlen közelről lőtte szemen kislányát. A családtól nem olyan messze lakik egy szomszéd, aki hosszabb időre elköltözött, és hát több szatyorban összepakolt olyan holmikat, amelyeket úgy gondolt, hogy értékesebb, és azokat rábízta megőrzés céljából a családra. A tegnap este folyamán ezeknek a szatyroknak a tartalmát vették számba tulajdonképpen. A szatyrokat odaadó szomszédra sikerült rátalálnunk. Szerettük volna megtudni, hogy miért volt fegyvere, és azt csőre töltve miért tette az egyik táskába. Az idős asszony a hét elején egy szociális otthonba költözött. Stábunknak itt sikerült vele beszélni, de azt mondta, hogy annyira megviselte a tragédia, hogy nem kíván nyilatkozni. Az egyik szomszéd azt mondta, hogy az idős asszony férje tavaly meghalt, teljesen egyedül maradt. Nem tudja magát ellátni. Mert nem tud mozogni, nem tud menni, és nem tudom, hogy egyáltalán miért bízta másokra, ahol miatt. Bezárom, hát nem hiszem, hogy feltölték volna. Mert nem tudom, hogy kié volt az a pisztoly, fogalmam sincs róla. A házban, ahol a baleset történt, ma nem talált stábunk otthon senkit. Az biztos, hogy az apa ellen gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt nyomoznak, de nem vették őrizetbe. Miután kihallgatták, a rendőrök szabadon engedték. Ez volt a híradó 6 órakor, de maradjanak velünk, mert néhány perc múlva kezdődik a start Krug Emiliával és Gajdos Tamással. Jó reggelt, szia Tamás, milyen témákkal indítjátok a napot? Jó reggelt, szervusz Anna, köszöntöm a kedves nézőket is. Hát mindenek előtt Gyénémet Erzsébettel, a DK fővárosi képviselőjével arról beszélgetünk majd, hogy milyen gondok merülnek föl, miről volt szó a legutóbbi közgyűlési napon a főváros fejlesztéssel kapcsolatban, ugye nincsen elegendő pénz a 3-as metró, ezt már a múlt héten pénteken megbeszéltük Tarlós Istvánnal, aztán ezzel kapcsolatban, vagy ez kapcsolódó téma részben, hogy azt javasolná a DK, hogy tegyék ingyenessé a P+R parkolókat, ezzel a főváros tömegközlekedését elősegítendő, illetve téma volt a római parti gáta, amelynek az építési, engedélyeztetési folyamatát végül is elkezdték, vagy megszavazták, hogy elkezdjék. Ezzel kapcsolatban is parázsviták vannak, tehát erről hallgatjuk majd a DK képviselő asszonyát. Aztán Galló Istvánéval, a pedagógusok szakszervezetének elnökével arról beszélgetünk majd, hogy plakát kampányt indít a pedagógus szakszervezet, és arról is, hogy nem volt igazán sikeres az idei tanév, számtalan probléma tornyosul előttük, amik megoldandó feladatot jelentenek a középiskolák, illetve a főiskoláknak is a felvételi rendszere, megnehezíti a diákok felfelé áramlását, tehát a részletekről hamarosan. Aztán az első híradó után, a 7 órás híradó után jön Aszódi Attila államtitkár, akivel Paks 2 körüli gondokról beszélünk, majd többek között arról, hogy megtámadták a környezetvédelmi engedélyt. Aztán a Hatházi Ákos, az LMP társelnöke a kétharmaddal meg nem szavazott, illetve éppen csak hajszállal meg nem szavazott plakát törvényről beszélgetünk majd, amelyet tegnap, tehát a parlament végül is egyetlen szavazat hiány nem fogadott el. Mennyiben befolyásolja ez majd a választási kampányt, az esélyeket.
Aztán még 8 előtt beszélgető Magyar György ügyvéddel arról, hogy felsőbb utasításra kutattak a Mahírnél, illetve hogy vajon nagy kérdés, hogy szakmailag Bakót lőtte Simicska cége köztudott, hogy ebben az ügyben, a Mahír ügyben ugye ő képviselte a megtámadott céget, tehát Magyar György ügyvéd lesz még 8 előtt a vendégünk, aztán egy újabb híradó, és aztán jön majd a Start Plusz további érdekes kulturális témákkal is. Köszönöm szépen, Tamás. Most tehát ezekkel a témákkal jön a Start, érdemes velünk maradni. Én friss hírekkel legközelebb 7-kor várom Önöket. Addig is legyen szép a reggelük, viszontlátásra!